Köszöntöm Önöket, ez itt a Mérlegen. Megmérettetésre készülnek a diákok, hiszen hétfőn elkezdődik az érettségi a szóbeli vizsgákkal, de a 8. osztályosoknak is közeledik a képességvizsga. Ők június 19-én ülnek be először a vizsgatermekbe. Ennek apropóján az oktatással foglalkozunk ma. Egy nemrég készült felmérés szerint a magyar diákok az elmúlt években mindkét vizsgán rosszabbul teljesítenek román társaiknál. Hogyan mutatkozik meg ez az eredményekben? Melyek lehetnek az okok? Erről beszélgetek ma Barnard Gergő szociológussal. Köszöntelek a stúdióban. Jó napot kívánok! Nos, a magyar nyelvű oktatás versenyképességéről készült egy felmérés. Mit vizsgáltak ebben, és milyen céllal? Hát, hogyha az előzményekre akarunk beszélni, nyilván sokat foglalkoztat az, hogy teljesítenek a magyar diákok, és eddig, amit igazán lehetett követni, az a különböző nemzetközi képességfelmérő tesztek, sokan hallottak a PISA tesztekről, de vannak más hasonló tesztek is, és azon belül próbáltuk azt nézni, hogy hogyan teljesítenek a magyar nyelven tanulók, vagy otthon magyarul beszélünk, még igazából ezt a változót lehet ezekbe megragadni, ahhoz képest, hogy teljesítenek a román diákok, vagy akár nemzetközi szinten is elhelyezni a magyar diákokat, és ehhez képest gondoltuk azt, hogy ezekben a mintákban nagyon alacsonyan reprezentáltak a magyarok, mert ezek ilyen nemzeti reprezentatív minták, néhány tíz, néhány száz diák kerül csak beléjük magyarok közül, és ezért gondoltuk azt, hogy feldolgozzuk azt a vizsgarendszert, vagy azokat a vizsgarendszereket, amik a román oktatási rendszeren belül működnek, és így került a választás a kísérettségi meg az érettségi eredményekre, tehát ez a kísérettségi a nyolcadikosok záróvizsgája, vagy képességvizsgája, ki hogy használja, mi kísérettségi néven használtuk ezt a vizsgát, és megnéztük, hogy az elmúlt 5 évben amúgy az interneten is elérhetőek ezek az adatok valamilyen formában, tehát egyéni szinten, egyéni rekordok alapján az egyes diákoknak megvan az eredménye. Ezeket összesítettük, tehát összesen több mint 1,5 millió adatot dolgoztunk fel az elmúlt 5 évben a két különböző vizsga esetében. Nézzük is a számokat, nézzük például a nyolcadikosok képességvizsgával, mutatunk is egy grafikont, ami látszik, hogy az elmúlt évben hogyan teljesítettek. Ugye a kék oszlop, az első oszlop az a romániai átlagot jelenti, amiben benne vannak úgy a román, mint a magyar diákok, a zöld oszlop pedig a magyar diákoknak az átlagát, és hát most, ha nem is megyünk bele a számokba, az látszik a képernyőn, minden oszlop soron vagy oszlop páron látszik, hogy a magyar diákok rosszabb teljesítenek, sőt különböző években még mélyült is az a szakadék 2-3-4%-os különbségben. Mi lehet ennek az oka? Talán először azt kellene leszögezni, hogy a magyar diákok, tehát nagyon fontos, hogy ezek a magyar tannyelven tanuló diákok, tehát egyrészt a kék ábrák azok, vagy a kék oszlopok azok Románia teljes diákpopulációja, benne minden diákkal, és a zöld ez a magyar nyelven tanulók, mert nyilván vannak olyan magyar diákok is, akik román nyelven végzik a tanulmányaikat. Ez csak módszertani szempontból fontos. Ami látszik, hogy konstans módon elmaradnak a magyar diákok, magyarul tanuló diákoknak az eredménye, tehát ez a sikerességi arány, az az ötös médiát elérőknek az aránya. Nyilván a kísérettséginél nincsen ilyen nagyon szigorú értelmen vett sikerességi kritérium, mert ha nem érik el az ötös médiát, annak ellenére beiratkozhatnak középiskolába. Hát mert ugye 10. osztályig kötelező az igen, oktatás. Igen, sőt nem is kötelező részt venni a kísérettségén, ez is nagyon fontos. Tehát vannak olyan diákok, körülbelül egy olyan 15-20% a 8. végző diákoknak nem is iratkozik be, tehát ők mehetnek szakliceumba, ez a vizsga nélkül is, illetve mehetnek a 3. körös elosztásban, mennek több fázisra van, mehetnek akár elméleti liceumba is. Nyilván, hogy nagyon meghatározza a továbbtanulási lehetőségeket, mert minél jobb eredményt érnek el a kísérettségén, annál nagyobb esélye kerülnek be jobb liceumba. Tehát látjuk ezt az elmaradást, sajnos a tendenciája is ennek picit romló, tehát kicsit nyílik az olló, egyre inkább elmaradnak, nem nagyon jelentős, de van egy ilyen tendencia. Most nyilván az elmúlt 5 évet vizsgáljuk, ahol 2012 azt hiszem az a mély pontja, mind a kísérettségi, mind az érettségi esetében, akkor voltak a legkisebbek ezek az átmenési arányok. Itt, hogyha az 5 éves átlagot nézzük, tehát ez 73% az országos átlag esetében, és 70% a magyar nyelven tanulók esetében.
Itt, hogyha megnézzük az általános vélekedést, az ugye az, hogy ez a mindenképpen a román nyelv, román szakvizsga miatt van. Ugye a magyar diákok értelemszerűen rosszabbul teljesítenek a román szakvizsgán. Most önök erre rácáfoltak, és ezt is meg tudjuk mutatni, hogy a matematikából is rosszabbak az eredmények, ugye itt a képernyőn a szaggatott vonalak jelzik a magyar diákoknak a teljesítményét, ugye a zöld az a magyar vizsga, az csak az ő esetükben van, de a matematika vizsga, ami a piros vonal, az egyenes vonal a románok, illetve a szaggatott vonal a magyarok esetében, az is alatta marad. Nyilván a szakadék a legnagyobb a román vizsgánál, a kék vonal, a kék egyenes vonal, illetve a kék szaggatott vonal között, de konstans módon matematikából is alatta vannak. Na, ezt mivel lehet magyarázni? Hát igen, talán ez az egyik újdonság ennek a tanulmánynak, vagy azért volt szükség ilyen formán megközelíteni az adatokat, mert általában azt szoktuk nézni, hogy a magyarok által jelentős mértékben populált megyékben, Székelyföldön, például Biharban, Szatmárban milyenek az eredmények, és így ilyen felületes ránézéssel pont ez nem látszik, hogy nem csak a román, tehát ezt nem cáfoljuk meg, tehát nyilván, hogy a román az elsődleges, tehát a román vizsga az elsődleges oka annak, hogy ennyire elmaradnak a sikerességi arányok vagy a médiák, de azt látjuk, hogy matematikából is folyamatosan minden évben gyengébben teljesítenek a magyar tanulók, és talán azt is érdemes ehhez hozzátenni, hogy pozitívumokról is beszéljünk, hogy anyanyelvből nagyon jól teljesítenek viszont, tehát a anyanyelv vizsgája minden olyan diáknak van, aki kisebbségi oktatásban részesül. Nyilván ez a magyar nyelv és irodalmat jelenti a mi esetünkben. Itt nagyon kicsi például a bukóknak az aránya. Csupán 8% az, aki nem méri el az ötös médiát. Ez a román esetében majdnem 45%. Tehát itt hatalmas a különbség. Tehát sőt, a magyar diákok magyar anyanyelvből jobban teljesítenek, mint a román diákok román jobb, anyanyelvből. Ez így van, ez is nagyon szépen látszik. Ez mind a kis érettségi, mind az érettségi esetében igaz, hogy jobbak a magyar diákok magyar nyelvből való teljesítménye, mint a románoknak a románból. Tehát ez ami talán egyik pozitívum, és ez mind a két vizsga esetében megjelenik. Na most mi befolyásolja a magyar diákoknak az eredményeit, hogy ugye nem csak románból, hanem matematikából is rosszabb? Igen, itt megint egy kiegészítő magyarázattal kell kezdeni, tehát ez az adatbázis, ami a vizsgaeredményeket tartalmazza, nagyon szegényes, tehát ilyen szempontból azt tudjuk, hogy milyen településen van az iskola maga, tehát azt se tudjuk, hogy a diákok effektív milyen településről származnak, illetve az iskoláról tudunk néhány adatot, ezt is csak, hogyha kiszámítjuk. Tehát ilyen szempontból ezek közvetett adatokat dolgoztunk fel, illetve a minőségbiztosító, az Aracsipnak az adatbázisából csatoltunk még hozzá különböző változókat ez az adatbázishoz. Például, ami nagyon hiányzik, ami teljesen hiányzik a román vizsgarendszerekben, az, hogy a diákoknak egy ilyen egyéni háttérlapja legyen, ami különböző társadalmi, szociális helyzetét, tehát a családnak az anyagi helyzetét, a szülők képzettségét tartalmazott, tehát ilyen adatok nincsenek ilyen szempontból. Az, amit mi vizsgáltunk, az, amire lehetőségünk volt. Tehát nagyon sok más oka is lehet. Ezt csak azért mondom bevezetőnek, mert sokan ebbe bele akaszkodtak, mióta megjelentek az eredmények. Tehát ami a legfontosabb dolog, hogy mi azt néztük meg, hogy a magyar diákok strukturálisan hogyan viszonyulnak, hogyan helyezkednek el Romániában, akár ilyen területi megoszlás szerint, tehát városvidék különböző régiókon belül, vagy éppen a különböző iskola jellemzők szerint, például mekkora az iskolának a mérete, milyen a tanári karnak a felkészültsége, milyen a roma arány az iskolákban, és azt látjuk, hogy ezek a háttértényezők nagy mértékben befolyásolják azt, hogy milyen a diákoknak az eredménye, mind a magyarok esetében, mind pedig az országos eredmények esetében, viszont az a gond, tehát a magyar oktatás szerkezet szempontjából, hogy a magyar diákok felülreprezentáltak olyan típusú településeken, illetve olyan típusú iskolákban, ahol nagyobb a kockázata annak, hogy valaki gyenge eredményt kap. Melyik ezek és az akkor, iskolák, rátérünk, hogy milyen típusok? Igen, tehát itt ami az egyik legfőbb kritérium, ami miatt gyengén teljesítenek a diákok, az maga a tanároknak a felkészültség az adott iskolán belül. Tehát itt egészen pontosan azt az adatot tudjuk, hogy a tanároknak hány százaléka érte el például a különböző fokozati vizsgákat, tehát egészen a doktori szinttől az egyes fokozati, kettes fokozati, vagy van-e képesítése, vagy képesítés nélküli tanár, és az látszik például, hogy országos szinten, akik legalább kettes fokozatot elértek,
ez 66%-a a tanároknak, a csak magyar tannyelvi iskolákban ez pedig csak csupán 60%. Tehát itt van egy jelentős különbség, tehát a magyar diákok olyan iskolákban felülreprezentáltak, ahol a tanároknak a képesítése gyengébb. Tehát ez azt is jelenti, hogy a magyar tanárok gyengébb képesítéssel rendelkeznek, mint a román anyanyelvű tanárok? Nagyon nehéz ezt így kijelenteni, azt valószínűsítjük, hogy igen. Tehát azért nehéz ezt kijelenteni, mert annyira közvetettek ezek a számok, hogy csupán ez látszik, amit mondtam, hogy 66% országos szinten, és csupán 60% a kizárólag magyar tannyelvi osztályokban, de viszont itt nagyon sok átfedés van, mert egyrészt vannak vegyes tannyelvi osztályok, iskolák, ahol nem tudjuk, tehát nincsen ilyen adat, ami külön tárgyalná a magyar tanári karnak, vagy a román tanári karnak a képesítését, illetve vannak olyan iskolák, ahol egyaránt van liceumi osztály, és van általános iskolai képzés, itt megint nem tudjuk külön választani azt, hogy akkor ez a mutató, amit így készen kaptunk, az kire vonatkozik, az általános iskolás tanárokra, vagy pedig a liceumi tanárokra. Tehát összességében mutatja ez a tanári állomány, tehát nagy valószínűséggel azt mondjuk, hogy igen. Tehát ebből a szempontból, hogy a fokozati vizsgák esetében milyen szintet értek el a tanárok, a magyar tanárok gyengébben állnak, de nem erre vonatkozott a kutatás, tehát nehéz ebből azt mondani, hogy nagyon el lenne maradva a magyar tanároknak a képzettsége. Tehát ez is csak egy mutató, hogy mennyire van. Lehet ennek is más oka, hogy miért nincs a magyar tanároknak például fokozati vizsgája, vagy miért kisebb ennek az aránya. Mik az egyéb tényezők? Mi befolyásol például az, hogy milyen településen oktatják a magyar diákok zömét, vagy milyen település típusok között hogy oszlik el a magyar diákok aránya? Ez is befolyásolja azt, hogy milyennek lesznek az eredményeik? És itt van különbség a román, illetve a magyar diákok között? Van különbség, igen, ez is az egyik befolyásoló tényező, de egy olyan közepes befolyásoló ereje van. Tehát vannak ennél, még visszatérünk, erősebb okok is. A településeknél az a helyzet, hogy a magyarok inkább a kisebb, közepes településeken vannak felülreprezentálva, és alul vannak reprezentálva értelemszerűen a nagyvárosokban, főleg, hogyha ide soroljuk a fővárost és Bukarestet is, ami körülbelül egy olyan 9%-át képviseli Romániának is, és a diákpopulációnak is a belső megoszlása szerint. Tehát ilyen szempontból a kisebb településeken, illetve azt is néztük, hogy a települések a gazdasági fejlettsége hogyan hat, és nyilván, hogy az látszik, hogy minél kisebb a település, minél gyengébben fejlett, annál nagyobb eséllyel gyengébbek az eredmények, és mivel a magyarok ezeken a településeken, vagy hogy tetszik, azokban a gazdasági régiókban összpontosulnak, amik viszonylag periférikus helyzeten vannak, most akár Biharról, akár Szatmárról, akár a Székelyföldről, a Hargitáról, Kovásznáról beszélünk, sajnos mindebben a periférikus zónában vannak, mivel ide koncentrálódnak, nyilván ez is az egyik meghatározója annak, hogy gyengébbek az eredmények. De mi a fő ok akkor? A fő ok a tanárok képesítésén túl az egyrészt az iskoláknak a mérete. Tehát ez egy másik olyan dolog, ami nagyon számít, ez is az érettséginél is, kis érettséginél is nagyon fontos tényező. Tehát a magyarok olyan iskolákban felülreprezentáltak, oda tömörülnek, ahol kisebb a létszám. Tehát nyilván, hogy ezeknek az iskoláknak teljesen más a dinamikája, más a versenyhelyzet, más a vonzereje akár a tanári karrier szempontjából, tehát nehezebb ezekben az iskolákban jobb tanárokat bevonzani. Tehát ez, ami nagyon jelentősen számít, tehát ott, ahol nagyon kicsi, például akár 16 diák végez egy évfolyamon, tehát ez volt a legalsó kategória, hogy 16 diák, vagy az alatt, tehát ami akár bizonyos esetekben jelenthet szimultán oktatást is az 5-8-ban, tehát ott a legkisebb a média, és itt jelentősen felül vannak reprezentálva a magyarok. És egy másik tényező talán nagyon röviden az a romáknak az aránya az iskolán belül, tehát ez, amit még meg tudtunk nézni. Tehát itt nagyon fontos, hogy az eredményünk nem a romáknak a teljesítményére vonatkoznak, mert azt nem tudjuk a diákoknak az etnikumát, viszont az látszik, hogy nyilván, ahogy nő a roma diákoknak az aránya az iskolán belül, annál nagyobb a kockázat annak, hogy gyenge lesz a teljesítmény, és azt is látjuk, hogy ez csak az általános iskola, tehát csak a 8. így érvényes, hogy a magyarok felül vannak reprezentálva olyan iskolákban, ahol viszonylag nagy vagy magasabb a roma
a diákoknak az aránya. Az érettség esetében ez már nem igaz. Említette a gazdasági tényezőt is, ami befolyásoló tényező lehet. Ugye, itt, hogyha megnézzük a magyar megyéket, az erdélyi megyéket, ott azt látjuk, hogy Kolozsvár folyamatosan élen jár, tehát ott a legnagyobb a sikerességi arány, míg a székelyföldi megyék, illetve a partszimúj megyék sem teljesítenek jól. A nyolcadikosok esetében a magyar megyék közül Kovászna van a második helyen, de már elég jelentős a lemaradása a Kolozs megyéhez képest, illetve Szatmár-Bihar megyék vannak a rangsor alján. A gazdasági különbségek miatt van ekkora különbség? Ezt így ki lehet jelenteni, hogy ez befolyásolja a képességvizsga eredményeit a 8. osztályt végzőknek? Ezt én így nem jelenteném ki, és nem is vizsgáltuk. Tehát ez azt kellene, hogy megyéken belül megvizsgálni. Tehát mi egy ilyen erdélyi összképet, vagy romániai összképet próbáltunk felrajzolni. Az tény, hogy Kolozs megye mind az kísérettségénél, mind az érettségénél élen jár. De nyilván, hogy itt azon kívül, hogy a nagyváros és hogy gazdaságilag prosperáló környezet, ez meghatározza azt is, hogy például a tanároknak a felkészültsége milyen. Meghatározza azt is, hogy különböző iskolákban milyen a romáknak az aránya. Mert könnyen, vagy nagyon egyszerűen tudjuk azt, hogy Szatmárban, Biharban, vagy akár Hargitában, Kovásznában jelentős azoknak a romáknak az aránya, akik a magyar nyelvűek és a magyar oktatási intézmény rendszerbe vesznek részt. Ami talán a legérdekesebb, a Szatmárnak és a Biharnak a gyenge eredménye, illetve Szilágyban is volt egy jelentős csökkenés. Tehát mind a két vizsga esetében úgy tűnik, hogy legalábbis relatív, tehát a kísérettségénél abszolút értelemben is, de az érettségi esetében is relatív értelemben a partium teljesít a leggyengébben. Ez csak azért fontos, mert nagyon sokszor az a képzet, vagy a közbeszédben az az elterjedt vélekedés, hogy a Székelyföldön nagyon gyengék az eredmények. Ennek szintén strukturális okai vannak, amire rá fogunk térni majd az érettségi esetében, hogy annak mi az oka. Tehát az elsődleges következtetésünk az, hogy a partiumi régióban ott a legalacsonyabbak az eredmények, és hogyha még talán többeket érdekel az, hogy a Szórvány megyékben, mert itt csak a nagy megyéket vettük figyelembe, de általában a Szórvány megyékben hasonlóak az eredmények a Kolozs megyeihez, az alatt vannak, de viszont elég jók, tehát nem tudom, hogyha Brassóra gondolunk, Temesvárra gondolunk, és nyilván itt is érvényes az összefüggés, hogy ezek is a gazdaságilag prosperáló régióban vannak, és igaz az, hogy itt is a magyar nyelvű oktatás strukturálisan inkább a nagyvárosokba koncentrálódik. De akkor nézzük is meg az érettségi eredményeket. Itt is az látszik a grafikonon, szintén az első oszlop a romániai átlag, illetve a második oszlop a magyar diákok eredménye, hogy 2016-ban, mintha megfordult volna valami, egy picit fölötte voltak a magyarok a romániai átlagnak. Itt mi történt? Itt megint kell egy picit módszertanilag belemenjünk. Tehát az, amit a minisztérium közül, mint hivatalos sikerességet, mint hivatalos átmenési arányt, azt azokból számolják, akik egyrészt beiratkoztak, de másrészt részt is vettek minden vizsgán. Tehát két kategória van, vagy sikerült a vizsga, vagy megbukott. De ezen kívül nagyon sokan kimaradnak ebből a számításból. Egyrészt olyanok, akik nem iratkoznak egyáltalán be, azok, akik beiratkoznak, de valamiért nem vesznek részt, illetve azok, akik részt is vesznek, csak például egy vizsgára nem mennek el, azok mind kiesnek ebből a statisztikából. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy az elmúlt 5 évben 68%-a érettségizett sikeresen első próbálkozásra, mert csak a nyári szessziókról van szó. Ez annyiban igaz, hogy így számolja az Oktatási Minisztérium, de hogyha ezt ahhoz viszonyítjuk, hogy hányan kezdték el a liceumi osztályoknak az utolsó osztályát, tehát 12-et, vagy adott esetben a 13. osztályt, akkor ez az arány csupán 49%. Tehát kevesebb, mint fele a diákoknak érettségizett sikeresen első próbálkozás az elmúlt 5 évben. Tehát ez olyan szempontból fontos, ez Románia szempontjából fontos, hogy mennyire drasztikus ez az arány. És hogyha a magyarok szempontjából megnézzük ezt, itt ebből csupán az látszik, hogy a magyarok, és ez egy pozitívum, hogy a magyar diákok nagyobb eséllyel iratkoznak be, és nagyobb eséllyel vesznek részt az érettségi vizsgán az első nyári szesszióban. Tehát azért van az, hogy az utolsó 2016-os évben egy picit fordított az arány, tehát azok közül, akik elkezdték a végzős osztályt, azok közül többen sikerült leérettségizenek magyarok közül, magyar tannyelvi osztályokból.
itt nagyon kicsi az arány, tehát hogyha az 5 éves átlagot nézzük, akkor ez az országos 49%-hoz képest 48%-a a magyar tanulóknak az, aki első próbálkozásra sikeresen érettségizett. Itt, hogyha a tantárgyakat megnézzük ugyanúgy, mint a képességvizsgán, akkor hasonló a kép. Itt most a jegyátlagokat írtuk ki, és ott is az van, hogy románból is alacsonyabb, de ami furcsább, hogy matematikában is alacsonyabb a jegyátlaguk a magyar diákoknak, illetve a választható történelemből is alacsonyabb. Ugyanazok az okok, mint a képességvizsga, vagy az 5-8 osztály esetében, vagy a liceumban mondjuk egyéb tényezők is bejönnek? Vannak egyéb tényezők, de hogyha akarjuk egy kicsit pozitívabb színben feltüntetni, tehát azon kívül, hogy nagyobb arányban, vagy nagyobb kedvel jelentkeznek a magyar tanulók az érettségvizsga első szakaszára, azon kívül fontos talán az is, hogy itt is anyanyelvből sokkal jobbak az eredményeik, szintén jobbak, mint a román diákoknak a román nyelv eredményeik, illetve például digitális kompetenciából picivel jobban teljesítenek a magyar diákok, mint az országos átlag, és a választható tantárgyaknál sincs jelentős lemaradás, tehát ez az írásbeli... Hát itt egy-két tizedről beszélünk, és ezen belül nagyon sok típusú vizsga van, például földrajzból van egy kicsi elmaradás, de amiből határozottan jobbak az anatómia és biológia vizsgákon sokkal jobban szerepelnek a magyar diákok, tehát hogyha belemeljünk, tehát az érettségén az a helyzet, hogy sokkal több típusú, többféle vizsga van. Ami nyilván a negatívum, itt szintén a román az, ami jelentősen elmarad, illetve a matematikán és a történelmen kívül, tehát ez a két vizsga, ami a kötelező írásbelihez tartozik. Van egy harmadik is, ami az idegen nyelvi kompetenciát méri. Itt is jelentős a lemaradás, tehát mi azt számoltuk ki, hogy körülbelül mekkora azoknak az aránya, akik ezen a vizsgán belül egy középfokú nyelvvizsgának megfelelő tudást szereznek meg. Ez országos szinten ez 27%, a magyarok esetében csupán 21%, tehát itt is nagyon jelentős a lemaradás, tehát és ez általában, vagy nagy rész 90% fölött az angol nyelvi vizsgát jelenti. Itt, hogyha gyorsan megnézzük itt is a megyéket, első rálátásra az tűnik ki, hogy itt most már a sereghajtók, egyértelműen Hargita és Kovászna megye. Változik-e valami a liceumi oktatás terén, ami ebbe a két megyébe speciálisabb vagy másabb? Mert ugye a nyolcadikosok eredményeiből azt láttuk, hogy főleg Kovászna megye nem áll olyan rosszul. Így van. Itt nagyon, nagyon más az érettségi abban a szempontból, és hogyha az okokra visszatérünk, hogy általában miért gyengébbek a magyaroknak az eredményei. Tehát fontos azt látni, hogy a legnagyobb befolyásoló tényezője annak van, vagy a legnagyobb hatása annak van, hogy milyen profilú osztályba jár az adott diák. Tehát itt nyilván itt három kategória van, van az elméleti oktatás, van a szakoktatás, és van ez a vokacionális vagy hivatási oktatás, ahol a művészeti, a sport, a pedagógia és a teológiai képzés tartozik bele. És ebben az esetben, tehát ez differenciál leginkább, tehát addig még elméleti oktatásban viszonylag konstansak az eredmények, mind országos, illetve mind a magyar tanulókon belül, addig a különbség is kicsi. Tehát nem jelentős a lemaradás az elméleti oktatáson belül a magyarul tanulóknak, viszont a szakoktatásban ott országosan is alacsonyak az eredmények, és a magyaroknak nagyon jelentős a leszakadása. Csak hogy egy példát mondjak, szakoktatáson belül a műszaki képzésben az elmúlt 5 évben körülbelül 20% a diákoknak szerzett oklevelet első próbálkozásra országos szinten, ez a magyar tanulók esetében csupán 10%. Tehát minden tizedik diák jutott oklevélhez, tehát itt van amúgy a legnagyobb szakadék, és ez van a hátterében a különböző regionális különbségeknek is. Tehát addig még Kolozs megyében például, amelyik a legjobban teljesít érettségiben is, csupán 9% a diákoknak tanul a szakképzésen belül. Ez az arány Hargita megyében a relatív többséget teszi ki, majdnem 40-valahány százaléka a diákoknak szakoktatásban vesz részt, és ez van Kovásznában is. Tehát a magyar nyelvű szakoktatás az elsősorban Székelyföldre, elsősorban Hargita Kovászna Maros megyébe koncentrálódik. Ez a gyenge minőségű szakoktatás, ez ami jelentős mértékben lehúzza az eredményeket. Viszont, hogyha megnézzük itt is, tehát egy olyan modellben, ami
egyszerre figyelembe veszi ezeknek a változóknak a hatását, azt lehet mondani, hogy regionálisan nagy különbségek nincsenek, hanem inkább a partium az, ami jobban elmaradt. Tehát, hogyha figyelembe veszük azt, hogy hasonló típusú iskolákat, vagy hasonló típusú profilú... Tehát ha Hargita Kovászna megyei elméleti oktatást hasonlítjuk van, a partiumival, akkor a partiumi a partiumi a gyengébb. Tehát nagyon jók például Hargitában, mert ő szerepel a lista végén, de nagyon jó kiemelkedőek, tehát majdnem a Kolozs megyei eredményeket közelítik az elméleti oktatásban résztvevők, csak mivel itt nagyon nagy a szakoktatásban ból jövőknek az aránya, azért annyira gyengék a megyei eredmények. Vagy itt is van egy nagyon fontos másik tévképzet, amikor nézzük a hivatalos eredményeket, amikor közzéteszik, azt látjuk, hogy Hargita megyében mennyire kiemelkedő a román tanulóknak az eredménye. Ez ugyanaz, mint nálunk a Kolozs megyei magyar tanulók helyzete, tehát ottani román tanulók inkább elméleti képzésben vesznek részt, és azért is van ez a nagy szakadék, és nem csupán a román nyelvtudás miatt, tehát ez egy fontos következtetése ennek a vizsgálatnak. Már csak nagyon-nagyon kevés időnk marad, de arra még kíváncsi vagyok, hogy most már több helyen is bemutatták ezt a felmérésüket. Milyen volt a visszajelzés a szakma részéről egyrészt, illetve hogy ön hogy látja, hogy kinek kell döntéseket hoznia, és milyen irányba, hogy ez a tendencia, ez változzon? Nagyon-nagyon vegyes a fogadtatás, tehát ami egyértelmű, hogy hiánypótló. Tehát mindenki ezt mondta, hogy ezt évente kellene csinálni, és nyomon kellene követni rendszeresen azt, hogy ezek az eredmények hogy alakulnak, illetve az okok hogyan változnak. És nyilván, hogy vannak, akik nem nézték jó szemmel ezeket az eredményeket, nem akarok erre különösebben kitérni, itt nagyon sok visszajelzés volt. Kinek kell dönteni, és miben? Kinek kell dönteni? Nyilván, hogy a politikumnak kell dönteni, és itt akár országos szinten beszélünk, viszont az egyik következtetés a tanulmányunknak pont az, hogy országos szinten bármilyen típusú beavatkozás lesz, itt gondolhatunk új oktatási törvényre, a tanárok bérének az emelésére, az mind nem lesz elég ahhoz, hogy a magyar intézményrendszert versenyképessé tegye, mert olyan szintű különbségek vannak, hogy erre valami specifikus, külön odafigyelésre lenne szükség. Ez jöhet akár a romani-magyar politikum részéről, akár Magyarországról, de valamiféle stratégia, vagy jöhet akár belülről, tehát akár a pedagógus társadalom részéről is, vagy leginkább azt mondhatjuk, hogy ezek együttvéve, ezek a tényezők kellene összefogjanak, és ezeken a kritikus pontokon megpróbáljanak javítani. Ennyi fért bele a mai adásba, köszönöm szépen. Köszönöm a válaszait. Szépen. Mérlegen egy hét múlva is lesz, és szintén oktatással foglalkozunk, majd az érettségiről beszélgetek tanárokkal. Én köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!